A veszélyhelyzet ideje alatt az ügyfelek nem léphettek be a bírósági épületekbe, beadványaikat kizárólag elektronikus úton, vagy az előterekben megtalálható beadványládákban helyezhették el, a kommunikáció pedig szinte kizárólag online formában történt. Ez jelentősen megváltozott június 2-ától, így az ügyfeleket ismét várják a hivatalokban. Saját tulajdonú egyéni védőeszköz szükséges magukkal hozni, tehát szájmaszkot vagy kendővel, sállal szükséges a száját, orrot eltakarni, valamint kesztyű viselését is kérjük, illetve amikor belépnek az épületbe, készfertőtlenítő használatára kérjük őket. Szintén a járványhelyzettel van összefüggésben az, hogy kérjük, hogy az épületben tartózkodás ideje alatt, főleg a folyosókon, tárgyalóteremben lehetőség szerint a 2 méteres, 1,5 méteres védőtávolságot igyekezzenek betartani. Az ügyfelek és a bíróságon dolgozók védelmét szolgálja az is, hogy aki idézésre, értesítésre érkezik, a megjelölt időpont előtt legfeljebb 20 perccel léphet csak be az épületbe. Ezentúl az is szabály, hogy az ügyintézést követően a lehető leghamarabb és a legrövidebb úton el kell hagyni az épületet. Június 2-től már tarthatóak a hagyományos tárgyalások, előkészítő ülések, nyilvános ülések, meghallgatások, bár ahol van rá lehetőség, tehát például büntetésvégrehajtási intézetben van valaki, vagy polgári ügyszakban esetleg szeretné hozzájárulni, akkor elsősorban elektronikus úton kommunikálnánk, de most már lehetőség van arra, hogy a bírósági épületbe, tárgyalóterembe személyesen belépve, ott tartózkodva előadhassa a védekezését vagy a kérelmét. A nyíregyházi törvényszék elnöke hozzátette, addig fognak tartani ezek a korlátozó, védekezéshez kapcsolódó intézkedések, amíg az egészségügyi kockázat meg nem szűnik, tehát szükség esetén még a veszélyhelyzet megszűnését követően is csak az új szabályok betartásával lehet majd ügyeket intézni.